Folytatjuk jamborinkat itt a pályaválasztási kiállításon a Szekszárdon. A következő iskola, amit szeretnénk önöknek bemutatni, illetve Nemesi János beiskolázási felelős bemutat önöknek, az a nemében azt hiszem, hogy a térségben mindenképpen egyedülálló a pécsi Gandhi Gimnázium. Miért is olyan egyedülálló, és miben különleges a Gandhi Gimnázium más, mint a többi? Egy 25 éves iskoláról van szó, ami egyedülálló, hogy Európában az egyetlen olyan iskola, ahol középiskolai szinten tanítjuk és oktatjuk a cigány nyelveket és a kultúrát, és ezekből is szintúgy érettségit lehet tenni. Annyi, hogy még az angol és a német mellett a cigány nyelveket tanítjuk, tehát hogy a mi diákunk két nyelvet tanul egyszerre, és ezek, ahogy érettségizhessen, választhatja, hogy vagy a cigány nyelvek, vagy a nyugat-európai nyelvekből teszi. Ösztöndíjak tekintetében, illetve külföldi, akár Erasmus ösztöndíjak tekintetében mit lehet tudni? Az ösztöndíjak tekintetében gimnáziumként el kell mondanunk azt, hogy Arany János kollégiumi programot viszünk végbe, ami 52 férőhelyjel az országban az egyetlen ekkora létszámú 226 fős osztályt tudunk indítani. Büszke vagyok arra, hogy minden évben túljelentkezésünk is van, és hát a fenntartói határozatra mégis megengedték azt, hogy 54-jel, 56-tal tudunk elindulni minden évben. Ösztöndíjat is tudunk biztosítani a diákoknak 8 és 30 ezer forint közötti összegben. Az övében 20 ezer forintokat fizetünk ki a diákoknak 4 egész fölötti átlaggal. Volt szerencsém a Gandhi Gimnáziumba ellátogatni, egy-két órát megnézni. Engem nagyon megfogott az a nyugat-európai trend, ami ott az oktatásban érvényesül. Jól érzékeltem ezt? Igen, egy nyitott oktatási intézmény vagyunk, nagyon sokan járnak hozzánk különböző országokból is, és nagyon jó kapcsolataink vannak az Egyesült Államokban, a baptista egyházzal is, és vendégtanárok is vannak, akik jönnek és tanítanak angolt, tehát egy anyanyelvi szinten tanítják a diákjaink számára az angol nyelvet. Igen, és itt a szellemiségre is gondoltam, hogy a tanár-diák viszony egy nem az a megszokott, röghöz kötött viszony, hanem egy sokkal szabadabb, ahogyan is fogalmazott, nyitottabb az oktatás is talán? Igen, gyakorlatilag kollégiumként együtt élünk a diákjainkkal. Ami azt jelenti, hogy napi szinten tudjuk a másiknak az esetleges problémáit, örömeit, bánatát. Tegnap is volt olyan diák, aki én szociális munkásként, hogy bejött hozzám, mert mindig nyitva van az irodaajtóm, és akkor hát hogy tudjunk beszélgetni egy kicsit, mert hogy éppen otthoni problémákkal keresett meg. És akkor egy kicsit így ventiláltunk, beszélgettünk, és akkor én azt gondolom, hogy úgy állt fel a diák, hogy azt mondta, hogy ez neki segítség volt. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy a diákra nem csak mint tanuló, hanem mint partner tekintünk.